Sziasztok, Andi vagyok, ti pedig az Alapjárat legfrissebb hírműsorát láthatjátok, tartsatok velem, hiszen ma megtudhatjátok, hogy mi lesz a BMW i3 utódja, persze, hogyha lesz ilyen. Kiderül az is, hogy mi lett a füstölő autókat célzó razzia eredménye Magyarországon, illetve kiderül az is, hogy hogyan változik 2022-től a múzeális minősítés rendszere. Spekulációk szerint az iVision Circular lehet a jelenlegi i3-as utódja. A BMW első szériagyártású tisztán elektromos autója volt az i3, ami a kezdeti aggodalmakhoz képest a mai napig nagy népszerűségnek örvend, és ipari források szerint még 2024-ig meg is marad a gyártó termékpalettáján. Bár a BMW vezetősége úgy nyilatkozott, hogy nem tervezik az i3-as utómodelljét, ez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem lesz a gyártó kínálatában másik kisméretű elektromos autó. A 2021-es müncheni autószalonon bemutatott iVision Circular koncepció több jegyében is nagy hasonlóságot mutat az i3-assal, így elképzelhető az is, hogy ő lesz az utód. A spanyol motor.es weboldal készített a koncepció alapján egy látványtervet, hogy hogyan is nézne ki ez a szintén belépő szintű elektromos autó. A spanyol kiadvány szerint az autóban egy új generációs lítium-ion akkumulátor működik majd, ami 40%-kal nagyobb energiasűrűségű, mint most az i3-asban használt egység. A Lexus LX nem aprózta el a hűtőrácsot. Moszkvában leplezték le az LX legújabb változatát, ami előreláthatóan 2022 elejétől lesz majd elérhető. A bemutató nem máson, mint a hatalmas hűtőrácson akadt meg mindenki szeme, ez a rács állítólag funkció alapú formanyelvet követ, háromdimenziós, kromkeret nélküli megjelenéssel, melynek természetesen funkciója is van, nem más, mint a hűtés és a hatékonyság támogatása. Az új modell GA F platformra épül, könnyebb futóművel és alumínium tetőelemekkel, ami az elődjéhez képest 200 kg-os könnyülést jelent. Elérhető lesz 3,5 literes V6-os ikerturbós benzines, valamint egy 3,3 literes V6-os ikerturbós dízel előforrással is, mindkét változat 10 fokozatú automata váltóval szerelt. Újdonságként jelenik meg a Lexus kínálatában az új lenyomat olvasós indítógomb, melynek köszönhetően csökkenni fog az autólopásos esetek száma. Sajnos az LX európai piacon továbbra sem, így hazánkban sem lesz elérhető. Letesztelték a németek, mi történik akkor, hogyha autós és elektromos rolleres ütközik egymással. A német közlekedési tanács zárt pályás teszten vizsgálta meg azt, mi történik akkor, ha egy e-rolleres egy autó oldalának ütközik. A tesztek során kiderült, hogy az ilyen balesetek tragédiába is torkolhatnak. A tesztvideókból kiderül, hogy az oldalütközések során elsősorban a fej sérül, ami a rolleres számára halálos sérülés is lehet. Ennek ellenére sok helyen nem írják elő a bukós és a kötelező használatát, legjobb esetekben maximum csak ajánlják azt. Hazánkban már elkészült az e-rolleresekre vonatkozó kresszmódosítás javaslata, ha kíváncsi vagy arra, hogy ez pontosan hogy is néz ki, és arra is, hogy hogyan juthatsz el leggyorsabban Budapesten belül A pontból B pontba, akkor kattints a cikkünkbe. 26 éves mélypontra zuhant az európai új autópiac. Szeptember most már zsinórban a harmadik olyan hónap, amikor csökkennek az eladási értékek a tavalyihoz képest. Legutóbb 1995-ben született ilyen gyenge eredmény derül ki az Európai Autógyártók Szövetségének adataiból. A visszaesés elsősorban az egész világ autóiparát sújtó félvezető csippek hiányának köszönhető. Rengeteg modell esetében alkatrész hiány van, a vásárlók pedig a több hónapos vagy akár egy éves várakozás helyett inkább választanak egy azonnal elérhető, pár éves használt autót. A szövetség adataiból kiderül, hogy Magyarországon szeptemberben 9524 darab új autó talált gazdára, ami majdnem 17%-kal alacsonyabb a tavalyi értéknél. Éves összevetésben azonban még nem olyan vészes a helyzet, hiszen 2020 azonos időszakához képest 4,9%-os az emelkedés. Vajon érdemes-e elsőben is a vezetéstámogató rendszerekre hagyatkozni? Az AAA kutatásából kiderült, hogy a közepes vagy intenzív eső már befolyásolhatja ezen rendszereknek a működését. Zárt pályán tesztelték az automata vészfékrendszert és a sávtartó asszisztenst, és kiderült, hogy a közepes vagy erős intenzitású eső bizony negatívan befolyásolhatja ezek működését. Az automata vészfékrendszerek 40 km/h sebesség mellett 17%-ban,
56 km/órás tempónál pedig 33%-ban hibáztak, a tesztek ütközéssel végződtek. A sávtartó még ennél is rosszabbul szerepelt, 69%-ban engedték a sáv elhagyást. Mivel ezek a rendszerek érzékelőkre és kamerákra támaszkodnak, amik esőben nem mindig tudnak hiba nélkül működni, ezért a felelős igazgató szerint további és precízebb tesztek és további fejlesztések szükségesek. A szervezet javaslatai szerint azonban elsősorban a sofőröknek kell egyre inkább megismerniük saját autóikat és ezeknek a rendszereknek a működését, valamint nem szabad elfeledkezniük arról sem, hogy továbbra is az ő figyelmük fenntartása a legfontosabb autóvezetés közben. Ismét elképesztő felvételt rögzített a magyar közút kamerája az M1-M7 bevezető szakaszán. Egy autó nagy erővel csapódott a szalagkorlátnak, majd többször is felborult. A mögötte érkező kocsi sofőrje segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A sofőr szerint egy másik autóval koccantak, ezért veszítette el az autó feletti irányítást, és még az sem kizárt, hogy a cserbenhagyó volt az érintett az ütközésben. A durva esés ellenére nem történt komolyabb személyi sérülés. Nézzük, mi lett a füstölő autókat célzó razzia eredménye. Egy héten át közel 1000 ellenőrzést végeztek a szakemberek, ebből 17 autót rendeltek be műszaki vizsgára, ezeknél komolyabb problémák merültek fel. Budapesten és több vidéki nagyvárosban dolgoztak a közlekedési hatóság munkatársai. Mint kiderült, a kocsik átlag életkora 14 és 17 év közöttre tehető az ITM beszámolója szerint. A 2000-es évek óta sokat javult a helyzet, a benzines autók több mint 80, a dízelek pedig több mint 90%-a volt kifogástalan állapotban. A legtöbb baj a győri benzinesekkel volt, a legjobb, vagyis 95%-os mutatóval pedig a budapesti dízelautók rendelkeznek. Változik a muzeális minősítés rendje 2022-től. Januártól a muzeális minősítéssel egy helyen és egy időben történik majd a műszaki vizsga is. Szintén változás, hogy jövőre egy OT rendszámos autó vásárlásánál nem kell újra muzeális minősítés vizsgán részt venni, elég lesz csupán annak lejártakor újra elvégezni. 2022-től minden 361. hónapjában lévő, vagyis már múzeális minősítésre alkalmas gép mehet vizsgára, ez korábban csak a 31. év betöltése után volt lehetséges. Amennyiben kíváncsi vagy a Gehelios Garázs rendhagyó adására, melyben további hasznos és fontos információkat tudhatsz meg a minősítéssel kapcsolatban, akkor kattints a cikkünkbe. Az Apple tajvani partnere egyszerre 3 elektromos autót mutatott be, busz is volt közöttük. Az iPhone legnagyobb külsős gyártója a Foxconn által bemutatott szabadidő és szedán koncepcióautókat a gyártó kizárólag autóipari ügyfelek számára tervezi megépíteni. A szedánt, amit egyébként a Pininfarina céggel közösen fejlesztettek, egy, míg meg nem nevezett gyártó fogja majd értékesíteni Tajvanon kívül, a crossover pedig a Yulon márkájaként jelenik majd meg a tervek szerint 2023-ban. A bemutatott elektromos buszt pedig helyi közlekedési szolgáltatóknak szánják majd. Mind a szedán, mind a városi terepjáró esetén nagy teljesítményű és nagy hatótávú modellekről beszélhetünk, az akkumulátorokról azonban még nem volt hajlandó nyilatkozni a gyártó. A Foxconn nagyon okosan helyezkedik, és a külső hátráltató tényező kiküszöbölése véget fogta magát, és megvásárolt egy egész csípgyárat Tajvanban. Ez volt tehát az Alapjárat legfrissebb hírműsora. Én köszönöm szépen, hogy ismételten velünk tartottatok, tegyetek így jövő héten is, és ha eddig nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket az Instagramon, és lájkoljatok bennünket a Facebookon is. Sziasztok! ECDH. Mindenünk az autód.